Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szomorú, de szép pillanatok, hogy nem feledkezünk meg Puskás öcsi barátunkról. Külön köszöntöm Évikét, a testvérét, Bányai Nándornak a feleségét, Rákóczi Lacit, Faragó Lajost, régi játékos társakat. Nekem nagyon szomorú ez a nap, és azt hiszem mindenkinek, függetlenül, hogy nem felejtjük el a régi játszótársat. Én még azzal büszkélkedhetek, hogy utoljára vele voltam, és a Grosi Gyuszival világválogatott. És hát ha lenne egy hosszabb idő beszélgetni, el tudnék mondani, hogy miket mondott, a rosszul passzoltam. Drága szép barátunk az öcsi bácsi, és felejthetetlen órákat, éveket töltöttem. Keveset itthon Magyarországon, kint sokszor találkozunk, sőt a Real Madrid vasas meccsen mutatkozott be először a magyarok ellen. Úgyhogy annyi emlék toldosul föl, és borzasztóan örülök, és köszöntöm a polgármester urat, hogy nem feledkeznek meg egy évfordulóról, mert ma azért nem szokás ünnepelni vagy köszönteni bárkit, és ez jó lesz érzése vesz az ember tudomásul, hogy nem felejtünk. És én is azt tudom mondani, hogy kellő tisztelettel, alázattal köszöntöm ezt az évfordulót, bárcsak még itt lehetne velünk. Köszönöm szépen, és mindenkinek minden jót kívánok, főleg a családtagoknak, egy sok jót.